Jubileumok könyve 21. fejezet A jubileum 7. évhetének 6. évében Ábrahám hívta fiát Izsákot, és meghagyta neki a következőket. Megöregettem, és nem tudom halálom napját, mivel betöltöttem napjaimat. Íme 172 éves vagyok, és életem minden napján megemlékeztem állandóan Elohimünkről, és teljes szívemből kerestem őt, és egyenesen jártam minden útján. A lelkem gyűlölte a bálványokat, és megvetettem, akik szolgálják azokat, és szívből és szellememből figyeltem, hogy megcselekedjem akaratát, aki alkotott. Ő az élő Elohim, a szent és hűséges. Igaz mindenek felett, nincs nála személyválogatás és ajándék elfogadás, mert igazságos Elohim ő. És ítéletet hajt végre azokon, akik áthágják parancsolatait, és megvetik szövetségét. Fiam, figyelj és cselekedd meg parancsolatait, és rendeléseit, és ítéleteit, és ne járj az utálatosságok után, a faragott képek és az öntött képek után. És ne egyed meg az állatok és jószágok vérét, és semmilyen madárét, amely repked az égen. És ha elfogadható engesztelő áldozatot akarsz, vágj le és önsd a vérét az oltára, és az áldozat minden kövérjét finom tedd az oltára, és a hús felajánlásra önsd az olajat, az italáldozattal együtt. Áldozd és égesd el az oltáron, kellemes italáldozatul Elohimnak. És a békáldozat kövérjét füstölögtessétek el az oltáron lévő tűzön, a hájat pedig, amely a belső részeken van, és mindazt a hájat, amely a belső részeken van, és a veséket, és a rajtuk lévő hájat, továbbá a csípőkön lévőt, a máj a vesékkel együtt vegyétek ki. És füstölögtessétek el az egészet, mint kellemes italáldozatot Jahua előtt, a velejáró étel és italáldozattal együtt, kellemes italáldozatul, a felajánlás kenyere gyanánt Jahuának. Az áldozati húst pedig egyétek meg aznap és a következő napon, és a nap nem menjen le a második napon addig, amíg meg nem eszitek és semmi nem maradjon belőle a harmadik napon, mivel ez nem elfogadott, mert ez nincs jóvá hagyva. És ne egyétek azon túl, és mindenki, aki azután eszik, védkezik maga ellen, mert így találtam megírva ősatyáim könyveiben, Énok szavaiban és Noé szavaiban. És minden áldozatot sózz be, és ne hiányozzon a szövetség sója egyetlen áldozatról sem Jahua előtt és az áldozat fáját illetően vigyáz, nehogy másfajta fát hozz az oltárhoz, hanem csak ezeket. Ciprus, babér, mandula, fenyő, erdei fenyő, cédrus, balzsam, füge, olíva, mirtus, babér, aspalatus. Ezekből a fafajtákból tégy az áldozati adomány alá az oltára olyanokat, melyek megvizsgált külsejűek, és ne tégy arra semmilyen hasat vagy sötét fát, de legyen kemény és tiszta, hiba nélküli, ép és új növésű, és ne tégy arra előregedett fát, mivel kellemes illata elszállt, mivel ennek nincs már olyan illata, mint azelőtt. Ezeken a fafajtákon kívül más nem helyezhetsz az oltára, mert azok illata eloszlik, és szaguk nem száll fel jó illatként a mennybe. Tartsd meg ezt a parancsolatot, és gyakorold, fiam, hogy helyesen viselkedj minden cselekedetedben. És minden időben légy tiszta testedben, és fürödj meg vízben, mielőtt áldozni indulsz az oltárhoz, és most meg a kezeidet és a lábaidat, mielőtt az oltárhoz közelítesz. És amikor elvégezted az áldozatot, most meg újra a kezeid és a lábad és ne látszódjon vér se rajtad, se a ruhádon. Figyelj, fiam, a vérre, legyél rendkívül figyelmes. Fedd be azt porral. És semmilyen vért ne fogyasz, mivel a vér a lélek, semmiképp ne egyél vért. Ne fogadd el ajándékot semmilyen emberi vérért, amelyet ártatlanul ontottak, ítélet nélkül, mivel a kiontott vér az, amely bűnössé teszi a földet. A föld pedig nem tisztulhat meg az emberi vértől, csakis annak a vére által, aki kiontotta. Ne fogadj el ajándékot vagy váltságot emberi vérért. Vért vér fejében, hogy elfogadott légy Jahua a magasságos Elohim előtt, mert ő a jók védelmezője hogy megőrződj minden gonosztól, és hogy megmenthessen téged minden mindenfajta haláltól. Látom, fiam, hogy az ember fiainak minden munkája bűn és gonosság, és minden cselekedetük tisztátalanság, utálat és szenny, és nincs velük igazságosság. Vigyázz, ne járj az útjaikon, és ne lépj ösvényeikre, és ne cselekedj bűnt, mely halára visz a magasságos Elohim előtt különben elrejti az orcáját előled, és visszaad téged a törvénytelenséget hatalmába, és kigyomlál téged a földből, és a te magodat szintén az egek színe elől, akkor eltöröltetik neved és magod az egész földről. Fordulj el minden cselekedetüktől és tisztátalanságoktól, és figyelj a magasságos Elohim parancsolataira, és teljesítsd akaratát, és légy egyenes minden dolgodban. És akkor megáld minden tettedben, és igazságosság palántáját sarjasztja belőled az egész föld színén, a föld minden nemzedékében, és nevem és neved soha nem lesz elfeledve az egek alatt. Menj, fiam, békével! A magasságos Elohim, az én Elohimem és a te Elohimed erősítsen meg, hogy megcseleked akaratát, és megáldja minden magod, és magod maradékát az örökké valóság minden nemzedékén keresztül, az igazságosság összes áldásával, hogy áldás lehess az egész földön. Izsák pedig örvendezve jött ki tőle. 22. fejezet És történt a 44. jubileum első évhetében, annak a második évében, amely az az év, amelyben Ábrahám meghalt, hogy Izsák és Ismár elindultak a fogadalom kútjától Ábrahámhoz, apjukhoz, hogy megünnepeljék a hetek ünnepét, vagyis az aratás első zsengéjének ünnepét. És Ábrahám nagyon örvendezett, hogy mindkét fia eljött. Mert Izsáknak sok java volt bersebában és Izsáknak szokása volt, hogy elment és meglátogatta, majd visszatért apjától. És azokban a napokban Ismár is eljött apjához, és mindketten megjelentek és Izsák áldozatot ajánlott fel égő áldozatként, és apja oltárán mutatta be azt, amelyet Ábrahám Hebronban készített. És hála áldozatot adott, és örömünnepet ült ismál el a bátyjával. És Rebeka friss süteményeket készített új gabonából, és adta Jákobnak a fiának, hogy vigye azt Ábrahámnak, atyának, a föld első zsengéjéből, hogy ehessen és áldja mindenek teremtőjét, mielőtt meghal és Izsák és Jákob keze által elküldte Ábrahámnak a hálaáldozat legjavát, hogy egyen és igyon. És evett és ivott és áldotta a magasságos Elohimet, aki alkotta a mennyet és a földet, aki mindenek javát készítette, és adta azokat az emberek fiainak, hogy ehessenek és ihassanak és áldják alkotójukat. És most hálát adok neked Elohim, mert megláttattad velem ezt a napot." Íme egy és 60, és még 15 esztendős vagyok, öreg ember, aki betöltötte napjait, és minden napon békében telt. Az ellenség kardja nem győzött le mindabban, amit te adtál nekem és gyermekeimnek, életem minden napján, egészen a mai napig. Elohim, könyörületed és békéd legyen szolgádon és fiainak magján, hogy választott népeddé lehessenek és örökséged legyenek a föld minden nemzetei közül, mostantól fogva a föld nemzedékeinek minden napjain keresztül, minden korban. És hívta Jákobot és mondta, Fiam Jákob, áldjon meg téged mindenek Elohímja, és erősítsen meg, hogy igazságosan cselekedj, és akaratát tedd előtte, és válaszol el téged és magodat, hogy népévé legyél és örökségévé, akaratának megfelelően mindenkor. És fiam Jákob, hajolj közelebb és csókolj meg, és közelhajolt, és megcsókolt, és azt mondta. Áldott legyen fiam Jákob, és a magasságos Elohim minden fiai minden korban. Elohim adja meg neked az igazságosság magját, és szenteljen meg a te fiait közül némelyeket az egész földön. Nemzetek szolgáljanak néked, és minden nemzet hajoljon meg magod előtt. Légy erős az emberek előtt és gyakorolj hatalmat szét minden magja felett, akkor útaid és fiaid útjai igazak lesznek, így szent nemzetté fognak válni. A magasságos Elohim adja meg neked mindazon áldásait, melyekkel engem megáldott, és amivel megáldott a Noét és Ádámot. Nyugodjanak az ő áldásai a te magod szent fején nemzedékről nemzedékre örökké és tisztítson meg téged, Jahu, a minden igazságtalanságtól és tisztátalanságtól, hogy bocsánatot nyerj minden törvényszegésért, amelyet tudatlanságból elkövettél, és erősítsen meg téged, és áldjon meg téged, és kaphasd örökségül az egész földet, és újítsa meg szövetségét veled, hogy legyél nemzetévé és örök részévé minden korban, és hogy legyen neked és magodnak Elohimja, igazságban és becsületességben a föld minden napjaiban. És fiam Jákob, emlékezz meg szavaimról, és tartsd meg Ábrahámnak atyádnak parancsolatait. Válaszd el magad a nemzetektől, és ne egyél velük, és ne cselekedj tetteik szerint, és ne válj társukká, mivel azoknak tettei tisztátalanok, és minden útjaik szenny és utálatosság, és tisztátalanság. A holtaknak ajánlják fel áldozataikat, és a gonosz szellemeket imádják és a sírok felett esznek, és minden cselekedetük hiába valóság és üresség. Nincs szívük az értelemre, és szemeikkel nem látják, min munkálkodnak, és azt, hogy tévesen mondják egy darab fának, te vagy Istenem, és egy kőnek, te vagy Uram és szabadítom, és azoknak nincs is szívük. És ami téged illat, fiam Jákob, a magasságos Elohim segítsen téged, és a mennyek Elohimja áldjon meg, és emeljen ki tisztátalanságukból és minden tévedésükből. Óvakodj, fiam, attól, hogy feleséget végy Kánaán lányainak magjából, mert minden magja ki lesz írtva a földről. Mivel hám törvényszegésének következtében Kánaán vétett, és minden magja ki lesz pusztítva a földről, és minden maradéka is, és semelyik tőle való nem lesz megmentve az ítélet napján és ami a báványok imádóit és a pogányokat illeti, nem lesz reménységük az élők földjén, és nem lesz róluk megemlékezés a földön, mivel a seolba szállnak le, és ítélet helyére mennek. Ahogy a népe kipusztult a földről, úgy pusztul ki mindenki, aki báványokat imád. Ne félj, fiam Jákob, és ne rettegj, ó Ábrahám fia! A magasságos Elohim őrizzen meg minden romlástól, és mentsen meg a tévedés minden útjától. Ezt a házat építettem magamnak, hogy nevemet helyezhessem rá a földön. Ez örökre neked és magodnak adatott, és Ábrahám házának fogják nevezni, és örökre neked és magodnak adatik, mert te fogod megépíteni a házam, és megszilárdítod nevem Elohim előtt örökre. Magod és neved állni fog a föld minden nemzedékeiben és befejezte a parancsolatok átadását és az áldást. És ketten együtt feküdtek az ágyon, és Jákob Ábrahámnak, nagyapjának kebelén aludt, és hétszer megcsókolta, és szerette, és szíve örvendezett felette. És teljes szívéből megáldotta, és így szólt. A legmagasságosabb Elohim, mindenek Elohimja és teremtője, aki kihozott engem a káldok úrjából, hogy nekem adja ezt a földet örökre szóló örökségül, és hogy szent magot alapítsak, áldott legyen a magasságos mindörökké. És megáldotta Jákobot, és mondta, az én fiamon, aki felett teljes szívemmel és szeretetemmel örvendezek, legyen a te jóságod és kegyelmed, és az ő magja fölött mindig és ne hagyd el, és ne tedd semmivé mostantól fogva az örökkévalóság napjaink napjain keresztül, és szemeid nyitva legyenek rajta és magján, hogy megőrizd és megágyad, és megszenteld a te népedként örökségedül. És áld meg minden áldásaiddal fogva az örökkévalóság minden napján, és újítsd meg szövetségedet és kegyelmedet vele és magjával, minden te jókedved szerint a föld összes nemzedékeiben. 23. fejezet És a szemeire tette Jákob két ujját, és áldotta Elohimet, és befette arcát, kinyújtotta lábát, és elaludt örök alvással, és takaríttaték atyáihoz. És mindezek ellenére Jákob továbbra is a kebelén feküdt, és nem tudta, hogy Ábrahám a nagyapja meghalt. És felébredt Jákob alvásából, és íme Ábrahám hideg volt, mint a jég, és Jákob így szólt, atyám, atyám, de az nem beszélt, és Jákob tudta, hogy meghalt. És felkelt kebeléről futott, és elmondta Rebekának anyjának, és Rebeka elment Izsákhoz éjszaka, és elmondta neki, és együtt mentek, és Jákob velük, és egy lámpás volt a kezében, és amikor bementek Ábrahámot, ott találták holtan. És Izsák atya arcára borult, és sírt, és megcsókolta. És nagy kiáltások voltak hallhatók Ábrahám házában, és fia Ismál is felkerekedett, és atyához, Ábrahámhoz sietett, és sírt Ábrahám atya felett. Ő is Ábrahám egész háza népe, és felette igen sírtak nagy sírással. Izsák és Ismál pedig eltemették a kettős barlangban, Sára a felesége mellé és siratták negyven napon át, háza népének minden tagja, és Izsák és Ismál és minden fiaik, és Ketúra minden fia lakóhelyeiken. Majd a gyász napjai Ábrahámért befejeződtek. Három jubileumot és négy évhetet élt. Egy és hetvenöt évet és betöltötte életének napjait jó öregségben megelégedéssel. Ugyanis az ősatyák napjai életük ideje 19 jubileum volt, és az özönvíz után kevesebb kezdett lenni, mint 19 jubileum, és megfogyatkoztak a jubileumok, és gyorsan öregedtek, és napjaiknak különböző csapások és útjai gonossága miatt lett vége, Ábrahám kivételével. Mert Ábrahám tökéletes volt minden tettében Jahuával, és igazságban élte le élete minden napját, de íme mégsem töltött be négy jubileumot életében, és már megöregedett a földön lévő gonosság miatt, és bevégezte napjait és minden nemzedék, amely mostantól az ítélet nagy napjáig támad, hamar megöregszik majd, mielőtt két jubileum éveit megélné, és tudásuk elhagyja őket öregkoruk folytán, és minden ismeretük elvész. És azokban a napokban, ha egy ember másfél jubileum éveit megéri, azt mondják majd róla, hosszú időt élt meg, és napjai nagyobbik része fájdalom, bánat és szorongatás volt, és nincs békesség. Mivel csapás-csapást ér, sérelem-sérelmet, nyomorúság-nyomorúságot, rossz hírek- rossz híreket, és betegség-betegséget, és mindenféle ezekhez hasonló rossz ítélet jön, egyik a másik után, betegség és bukás, hó, fagy és jég, láz, meghülések, kábultság, éinség és halál, kard, rabság és mindenfajta szerencsétlenségek és fájdalmak. És mindezek eljönnek a gonosz nemzedékre, amely vétkezik a földön. Cselekedeteik tisztátalanok, paráznák, szennyesek és utálatosak. Akkor ezt mondják majd. Az ősök napjai hosszúak voltak ugyan, akár ezer évesek, és jó napok voltak, de íma a mi életünk napjai, ha az ember sokáig él, hatvan és még tíz esztendő, és ha erős valaki, akkor nyolcvan év és azok gonosz napok, és nincs békessége gonosz nemzedékek napjaiban. És abban a nemzedékekben a fiak elítélik atyáikat, és véneiket bűneikért, és igazságtalanságukért, és szájuk beszédéért, és a nagy gonoszságokért, amelyeket elkövettek, és a szövetségtől való elpártolásuk miatt, amelyet Jahua kötött köztük, és ő közte, hogy megtartsák és cselekedjék parancsolatait, rendeleteit és minden törvényét anélkül, hogy jobbra vagy balra térnének attól. Mert mindenek gonoszul cselekedtek, és minden száj romlottságot beszél, és minden munkájuk tisztátalanság és utálatosság, és minden útjaik szenny, tisztátalanság és pusztulás. Íme a föld el lesz pusztítva tetteik miatt, és nem lesz a szőlőnek magja, sem olaj, mert cselekedeteik mind hűtlenek, és mind együttesen el lesznek törölve. Vadállatok, marhák, madarak és a tenger minden halai az emberek fiai miatt. És küzdeni fognak egyik a másikkal, a fiatal az öreggel, és az idős a fiatallal, a szegény a gazdaggal, a kicsiny a hatalmassal, a koldus a fejedelemmel, a törvény és a szövetség miatt, mert elfelejtették a parancsolatokat és a szövetséget, az ünnepeket, a hónapokat, a szabbatokat, a jubileumokat és minden ítéleteket. És kard és háborúság lesz, hogy visszatérítse őket az útra, de nem fognak visszatérni, amíg sok vér ki nem ontatik a földön egymás által. És azok, akik megmenekülnek, nem fognak megtérni gonoszságukba az igazságosság útjára, hanem mind felmagasztalják majd saját magukat megtévesztésül és gazdagodás céljából, hogy elvehessék mindazt, ami a fele barátjuké, és szólítják majd a nagy nevet, de nem hűségben és igazságosságban, és tisztátalanságokkal és utálatosságok undorával beszennyezik a szentek szentjét. És nagy büntetés következik eme nemzedék tetteire Jehuától, aki kiszolgáltatja őket a kardnak, ítéletnek, rabságnak, fosztogatásnak és pusztulásnak. És feltámasztja ellenük a pogányok bűnöseit, akikben nincs sem írgalom, sem szánalom, és nem tisztelik senki személyét, sem öreget, sem fiatalt, sem senkit, mert gonoszabbak és erősebbek a rossz cselekvésre, mint az emberek minden fiai. És erőszakot cselekednek Izrael ellen, és védkeznek Jákob ellen, és sok vér fog folyni a földön, és senki nem fogja azokat összegyűjteni és eltemetni. Azokban a napokban felhangon kiáltanak, és könyörögnek és imádkoznak, hogy megmenekülhessenek a bűnösök kezétől, a pogányoktól, de senki nem menekül meg. És a gyermekek feje fehér lesz őszhajuktól, és a háromhetes gyermek olyan öregnek néz majd ki, mint egy száz éves ember és termetük megrontatik nyomorúság és zsarnokság által. És azokban a napokban a fiak elkezdik tanulmányozni a törvényt, és kutatják a parancsolatokat, és visszatérnek az igazságosság útjára. És a napok elkezdenek gyarapodni és sokasodni az emberek azon fiai között, míg napjai közel ezer évet tesznek majd ki, és még nagyobb lesz számuk, mint az elődök napjainak száma azelőtt és nem lesz öreg ember sem olyan, aki napjait bevégzi, mivel mind olyanok lesznek, mint a gyermekek és ifjak. És betöltik minden napjukat, és élnek békességben és örömben. És nem lesz sem hasatán, sem semmilyen gonosz romboló, mert minden napjaik áldás és gyógyulás napjai lesznek. És abban az időben Jahua meggyógyítja szolgáit, és felkelnek, és nagy békét látnak majd, és kiűzik ellenfeleiket, és az igazak látják ezt, és hálát adnak, és örömmel örvendeznek örökkön örökké, és látni fogják minden ellenségük ítéletét és átkát. És csontjaik a földben nyugszanak majd, és szellemeik mérhetetlenül újonganak, és tudni fogják, hogy Jahua az, aki végrehajtja az ítéletet és kegyelmet tanúsít százakon és ezreken, és mindazokon, akik szeretik őt. Te pedig, Mózes, írd le ezeket a szavakat, mert így vannak megírva, és feljegyzik azokat a mennyei táblákon bizonyságul a nemzedékeknek mindörökre. 24. fejezet és Ábrahám halálát követően történt, hogy Jahua megáldotta Izsákot, a fiát, és elhagyta Hebront, és elment és lakozott a látomás kútjánál ennek a jubileumnak a harmadik évhetének első évében. És a negyedik évhét első évében éhínség támadta földön, az első éhínség mellett, amely Ábrahám napjaiban volt. És Jákob lencselevest készített, és Ézsau éhesen érkezett a mezőről, és így szólt Jákobhoz, fitestvéréhez. Adj nekem ebből a vörös levesből! És Jákob mondta, add el nekem a legidősebb fiúnak járó első szülöttségi jogot, és adok neked kenyeret, és ebből a lencselevesből. És Ézsau mondta szívében, meghalok, mi hasznomra van nekem ez az első szülöttség, és mondta Jákobnak, neked adom. És mondta Jákob, esküdj meg nekem ezen a napon, és az megesküdött neki. Jákob pedig kenyeret adott neki, és lencsét, és Ézsau evett, amíg jól nem lakott, és így Ézsau semmibe vette első szülöttségét, ezért Ézsau nevét Edomnak hívják mert Jákob vörös lencsét adott neki az első szülöttségéért. És így Jákob lett a legidősebb jogörökös, Ézsau pedig megfosztatott méltóságától. És énség volt a földön, és Izsák felkerekedett, hogy Egyiptomba menjen az évhét második évében, és a filiszteusok királyától Geráig ment Abimélekhez. Jahua pedig megjelent neki, és így szólt ne menj Egyiptomba, hanem maradj és lakj a földön, amit mondok neked. Tartózkodj ezen a földön, és veled leszek, és megáldalak. Mert neked és magodnak adom ezt a földet, és megerősítem eskümet, amelyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak, és megsokasítom magodat, mint a menny csillagait, és magodnak adom ezt az egész földet. És magodban megáldatnak a föld minden nemzetei, mert apád engedelmeskedett hangomnak, és megtartotta megbízásomat, parancsolataimat, törvényemet, rendeléseimet és szövetségemet. És most hallgas hangomra, és ezen a földön laksz. És Gerárban lakott három év hetet, és Abimélek védelmébe vette is mindenét mondván: Bizonyja a meghalaki hozzáér, vagy bármihez, ami az övé. És Izsák nagyjá lett a filiszteusok előtt, és sok birtokot szerzett ökröket, juhokat, tevéket, szamarakat és hatalmas háztartást. És vetett Filiszte a földjébe, és száz annyit hozott, és Izsák szerfelet nagyjá vált, és a filiszteusok irigyelték. És minden kutat, amelyet Ábrahám szolgái ástak Ábrahám élete alatt, a filiszteusok megállították azokat Ábrahám halála után, és betemették földá. És Abimélek így szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert nagyobbá lettél nálunk. És Izsák elindult onnan a hetedik évhét első évében, és Gerár völgyében tartózkodott. És kiásták újra azokat a vízkutakat, amelyeket Ábrahámnak atyának szolgái ástak, és amelyeket a filisztausok bezártak Ábrahámnak atyának halála után, és úgy nevezte nevüket, ahogyan Ábrahám atya nevezte azokat és Izsák szolgái egy kutat ástak a völgyben, és élő vizet találtak, és Gerár pásztorai versengtek Izsák pásztoraival mondán. A víz a miénk, és Izsák nevezte a kút nevét romlottságnak, mert rossz módon viselkedtek velünk. És egy másik kutat is ástak, és azért is versengtek, és nevezte azt ellenségeskedésnek. És felkelt onnan, és ásott egy másik kutat, és azért nem versengtek, és hívta a nevét férőhelynek. És Izsák mondta, most Jahu tág férőhelyet készített nekünk, és meggyarapodott a földünk. És felment innen a fogadalom kútjához az első évhétnek első hetében, a 44. jubileumban. És Jahua megjelent neki éjszaka az első hónap újholdján, és így szólt én vagyok atyádnak, Ábrahámnak, Elohimja. Ne félj, mert én veled vagyok, és megáldalak. És bizonyal megsokasítalak, mint a föld homokját, Ábrahámért, szolgámért. És oltárt épített ott, amelyet Ábrahám atya épített először, és segítségül hívta Jahúa nevét, és áldozatot mutatott be Ábrahám atya Elohimjának. És egy kutatástak és élővizet találtak, és Izsák szolgái másik kutatástak, és nem találtak vizet, és elmentek és elmondták Izsáknak, hogy nem találtak, és Izsák mondta. Esküdtettem a mai napon a filiszteusoknak, és ezt a dolgot kielentették nekünk. És nevezte annak a helynek a nevét fogadalom kútjának, mert ott esküdött meg Abiméleknek, és Ahuzzádnak, barátjának, és pikolnak or előjárójának és sokaságának. És Izák tudta azon a napon, hogy a kényszer miatt esküdött, hogy békében legyen velük. És Izsák aznap megátkozta a filiszteusokat, és mondta, átkozottak legyenek a filiszteusok a harag és botránkozás minden nemzet között. Tegyen Elohim gúnyá, és átokká, és haragtárgyává, és szolgáltasson ki a bűnösök pogányok kezébe, és kittimnek kezeibe. És ha bárki elmenekülne az ellenség, és kittim kardja elől, azt az igaz nemzet írja ki a mennyből való ítéletként, mert ellenségei és ellenfelei lesznek az én gyermekeimnek a föld minden nemzedékén keresztül. És nem hagyatik nekik maradék, sem olyan, aki megmentetik a harag és ítélet napján, mert pusztulás és romlás és a földről való kitagadás rendeltetett a filiszteusok minden ivadékának. És nem marad meg többé e kaptoritáknak a neve, sem ivadéka a földön. Mert bár a mennyekbe emelkedik onnan le lesz vetve, és bár hatalmassá teszi magát a földön, azon vonszolják őt tovább. És bár elrejti magát a nemzetek között, még onnan is ki lesz írtva, és lemehet akár a seolba, de ott is nagy lesz az ő kárhozatala, és ott sem lesz számára nyugalom. És ha fogságba megy, azok keze által, akik életére törnek, megölik odamenet. És sem a neve, sem ivadéka nem marad meg az egész Földön, mert útja az örök kárhozatba vezet, és ez fel lett írva és bevésve rávonatkozóan a mennyei táblákba, és eképpen bánnak majd vele az ítélet napján, hogy kiítassék a földről, 25. fejezet. És ennek a jubileumnak és évhétnek a második évében Rebeka magához hívta fiát Jákobot, és beszélni kezdett hozzá, mondván. Fiam, ne védj magadhoz feleséget a kánaániták lányai közül, ahogyan Ézsau a te tette, aki két feleséget is vett magához kánaán lányaiból, és megkeserítették lelkemet a tisztátalan cselekedeteikkel. Mert minden cselekedetük csak paráznaság és bujaság, és nincs bennük igazságosság, mert tetteik gonoszak. És fiam, fölöttébb szeretlek téged, és a szívem és ragaszkodásom szerint áldalak a nap minden órájában, és az éjjeli vírasztás idején. Most pedig, fiam, figyelj szavaimra, és tégy anyád akarata szerint. Ne védj feleséget magadnak e föld lakóinak leányai közül, hanem csak is atyám házából és atyám rokonságából. Atyámnak házából veszel magadnak feleséget, és a felséges Elohim megáld majd téged, és gyermekeid igaz nemzedékké, szent ivadékká válnak majd. És ezután Jákob szólt anyjához, Rebekához mondván, Íme anyám, kilenc évhetet értem meg, és eddig nem ismertem, de nem is érintettem egyetlen asszonyt sem. Nem jegyeztem el magam senkihez, és még annak gondolata sem merült fel bennem, hogy Kánaán lányai közül vegyek magamnak feleséget, mert emlékszem atyám Ábrahámnak, atyánknak szavaira, aki megparancsolta nekem, hogy ne vegyek feleséget Kánaán lányai közül, hanem vegyek feleséget atyámnak házából és rokonságom közül. Korábban már hallottam arról, hogy lábánnak testvérednek lányai születtek, és elhatároztam szívemben azt, hogy közülük veszek feleséget és ennél fogva a szellemem elhatározásából megőriztem magam a bűntől, és attól, hogy bármiben vétkes legyek az életem minden napjában, mert a parázaságot és bujaságot illetően sok parancsolatot adott nekem Ábrahám, atyám. És annak ellenére, hogy megparancsolta ez alatt a 22 év alatt, bátyám folyton késztetett mondván, testvérem vedd el feleségül két feleségemnek egy húgát. De elvetettem azt, hogy úgy tegyek, ahogyan ő tett. Megesküszöm előtted, anyám, hogy teljes életem napjaiban nem veszek magamnak feleséget Kánaán lányai közül, és nem cselekszem gonoszul, ahogyan Ézséó a fivérem tett. Ne félj, anyám, vigasztaljon, hogy akaratodat teszem, és becsületességben járok, és sohasem rontom meg útjaimat akkor Rebeka arcát az ég felé emelte, kiterjesztette kezének ujjait, felnyitotta száját és áldotta a magasságos Elohimet, az ég és a föld teremtőjét. Köszönetet és dicsőítést adott neki. Így szólt. Áldott legyen Jahua Elohim, és áldott legyen annak neve ő mindörökkön örökké, aki Jákobot adta nekem, tiszta fiat és szent magot. Mivel ti és tiéd lesz magja folyton, és minden nemzedéken át mindörökké. Áld meg őt, ó Jahua, s add ajkaimra az igazságosság áldásait, hogy megáldjam őt. És abban az órában, amikor a szentség szelleme ajkaira szállt, mindkét kezét Jákob fejére tette, és így szólt. Áldott vagy te igazságosság ura, és korok Elohimja, áldjon meg ő az emberek minden nemzetsége fölött és áldjon meg téged, fiam, az igazságosság ösvénye, és tárja fel az igazságosságot ivadékodnak. Sokasítsa meg fiaid számát az életet folyamán, és fakadjanak az év hónapjainak száma szerint. És sokasodjon meg fiaik száma, legyen az több, mint az ég csillagaié. És számuk haladja meg a tengerparti homokét. És adja nekik ezt a jó földet, amelyről azt mondotta, hogy Ábrahámnak és Ivadékának adja mindenkor. És tartsák meg tulajdonukban mindörökké. És had lássam, hogy áldott gyermekek szülessenek neked életemnek idejében, és legyen áldott és szent ivadék a te ivadékod. És ahogy megüdítetted anyádnak szellemét életében, az anyamé, amelyben megfogantál, így állt téged, kebleim, gyengéd érzelmeim áldanak téged és ajkaim és nyelvem nagyra magasztalnak téged. Sokasodj meg, és terítsd be a földet, és ivadékodban legyen tökéletes a mennyek, és a föld öröme mindörökké, és vigadjon a te ivadékod, és a békesség nagy napján legyen békében. És maradjon fenn neved és ivadékod minden korszakon át, és a felséges Elohim legyen Elohimünk, és lakozzon köztük, az igazságosság elohímja, és általuk épüljön föl a szentéje a korokon át. Áldott legyen az, aki állt téged, és a test, amely hamisan átkoz téged, legyen az átkozott. És megcsókolta és mondta neki, Jahuának a világ elohímjának szeretete legyen veled, ahogyan a te anyád szíve és az ő szeretete örömöt le benned és áld téged és ezzel befejezte áldásait. Jubileumok könyve 26. fejezet És ennek az évhétnek a hetedik évében Izsák magához hívta Ézsaut idősebb fiát, és mondta neki, Öreg vagyok, fiam, lásd, szemeim elhomályosodtak a látásra, és nem tudom a halálom idejét. Most pedig vedd magadhoz vadász fegyvereidet, tegezedet és íjadat, és menj ki a mezőre vadászni, és fogj nekem őzet, és készíts abból ízletes húst, amelyet kedvel a lelkem, és hozd elém, hogy megegyem azt, és a lelkem megállt téged, mielőtt meghalok. De Rebeka meghallotta, mit mond Izsáki Ézsaunak, és Ézsau korán kiment a mezőre vadászni, hogy vadat fogjon, és hazavigye az apjának. Rebeka pedig magához hívta fiát Jákobot, és mondta neki, Íme hallottam, amint atyád Ézsauval, a fivéreddel beszélt, és azt mondta neki. Menj vadászni, és készíts nekem ízletes húst, és hozd elém, hogy egyek, és megálgyalak téged Jahúa előtt, mielőtt meghalok. Most pedig, fiam, hallgass szavamra, és tedd, amit parancsolok neked. Menj ki a nyájhoz, és hozd nekem két jó kecskegidát, és ízletes húst készítek abból atyádnak, Olyat, amilyet szeret, és te viszed majd az atyádhoz, hogy egyen és megálljon téged Jahua előtt, mielőtt meghal, és így áldás lesz te rajtad. És Jákob így szólt Rebekához anyjához. Anyám, nem fogom atyám elől visszatartani az eledelt, amit enni kíván, és amiben kedvét leli, csak attól tartok anyám, hogy felismeri a hangomat, és meg akar majd engem érinteni és tudod azt, hogy sima vagyok, és Ézsau, fivérem pedig szőrös, és Izsák szemei előtt gonosznak tűnök, és oly dolgot cselekszem, amire nem utasított engem, és haragudni fog rám. Én pedig átkot hozok magamra, nem áldást. És Rebeka anyja mondta neki, legyen az átok rajtam, fiam, csak hallgass a szavamra. És Jákob engedett anyja Rebeka szavainak, és kiment és elkapott két jó és kövér kecskegidát, és azokat az anyjához vitte, és anyja ízletes húsétát készített azokból, olyat, amilyet Izsák szeretett. És Rebeka elővett Ézsaunak, idősebb fiának ünneplő ruháját, amit házában tartott, és Jakobra, ifjabb fiára öltette azt, és a gidák bőrét karjaira kötözte, valamint a nyakának a ruha által el nem takart részére és az ételt és a kenyeret, amit elkészített, Jákob kezébe adta. És Jákob bement atyához, és mondta, Úgy tettem, ahogy kértél engem, ülj fel, és edd meg a húst, amit fogtam neked, hogy lelked megáldjon engem. És Izsák azt mondta fiának, hogyan találtál vadat ilyen gyorsan, fiam? És Jákob mondta, mert Jahu a te Elohimod úgy hozta, hogy találjak. És Izsák így szólt neki, Gyere hozzám közel, hogy megérintselek, fiam, hogy megállapítsam, valóban Ézsau a fiam vagy -e vagy sem. És Jákob Izsáknak apjának közelébe állt, aki megérintette, majd mondta. A hang Jákob hangja, de a kezei azok Ézsau kezei. És nem ismerte fel, mert mennyből való rendeltetés volt, hogy az ítélő képessége eltompuljon, és Izsák nem vette észre, ugyanis Jákob kezei olyan szőrösek voltak, mint fivérének Ézsáunak kezei, s így megáldotta. És mondta, Ézsáú az én fiam vagy-e? És Jákob felelte neki, én vagyok a te fiad. És mondta neki, hozd elém a húst, amit vadásztál nekem, hogy egyek abból és megáldjon téged lelkem. És Jákob elítette, ő pedig evett abból, és bort is a -e tett elé, amiből pedig ivott. És Izsák atya mondta neki, gyere hozzám és csókolj meg, fiam. És oda ment hozzá és megcsókolta, és megszagolta ruhájának illatát, és megáldotta őt mondva. Íme a fiam illata olyan, mint Jahua által megáldott mezők illata. És Jahua adja neked az egek harmatát és a föld harmatát, bőg abban a termést és olajat. Szolgáljanak neked a nemzetek, és boruljanak le előtted a népek uralkodj testvéreid fölött, és anyád fiai boruljanak le előtted. És az áldás, amelyen Jahua megáldott engem, és megáldotta Ábrahámot, atyámat, szálljon rád és ivadékodra mindörökké. Átkozott legyen az, aki téged átkoz, és legyen áldott, aki téged áld. És miután Izsák megáldotta fiát Jákobot, és Jákob elhagyta Izsákot apját, elrejtőzött Ézsau színe elől, aki ekkor tért vissza a vadászatból és ő is elkészítette az ízletes húst, és atyá elé vitte, és mondta atyának, keljen fel atyám, és egyen a vadamból, hogy megáldja lelkemet. És Izsák atya mondta neki, ki vagy te? És válaszolt neki, én vagyok elsőszülött fiad Ézsau, és megtettem, amit parancsoltál nekem. És Izsák nagyon megdöbbent, és mondta, ki volt az, aki vadászni ment? Vadat fogott, és húst hozott nekem én megettem azt, mielőtt megérkeztél, és meg is áldottam. Rajta marad az áldás, és ivadékám mindörökké. És az történt, hogy amikor Ézsau meghallotta Izsáknak, atyának szavait, hangosan és nagyon keservesen sírni kezdett, és mondta atyának. Ágy meg még engem is, atyám. És azt mondta neki. Fivére csellel jött hozzám, és elvette az áldásaidat. És mondta, most már tudom, hogy miért Jákoba neve íme már két alkalommal taszított ki engem. Elvette tőlem a születési jogot, és most az áldásaimat is. És mondta, nem tartottál meg nekem semmi áldást. Izsák pedig felelte Ézsaúnak mondván. Lásd, uraddá tettem őt, és minden testvérét szolgálóivá adtam. És erőssé őt a gabona, a bor és az olaj bőségével. És ezután mit is tehetnék veled, fiam? És Ézsau mondta apjának, Izsáknak, csak egyetlen áldásod van, atyám, állj meg engem is, atyám. És Ézsau hangosan sírni kezdett, és Izsák mondta neki, Íme távol a föld harmatától lesz a és távol a menny harmatától. És kardáltal fogsz élni, és szolgálni fogod majd a fivéredet, és eljön majd az idő, amikor nagyjá leszel, és lerázod az igáját magadról teljességgel vétekbe esel, és halálos bűnt követsz majd el, és ivadékodat kiírtják az egek alól. És Ézsau fenyegetni kezdte Jákobot az áldások miatt, amelyekkel az atya megáldotta, és ezt gondolta a szívében. Jöjjön csak el az atyám gyászolásának ideje, hogy megöljem testvéremet Jákobot. 27. fejezet és Rebekának álmában felidéződtek Ézsáúnak idősebb fiának szavai, és magához hívatta Jákobot ifjabb fiát, és mondta neki, Íme Ézsáú fivéred bosszút rajtad, és meg akar téged gyilkolni. Most tehát, fiam, hallgass szavamra, kelj föl, és menekülj el háránba, lábánhoz, fivéremhez, és maradj nála néhány napot, amíg testvéred haragja elmúlik, és dühét elfordítja tőled, és elfelejti mindazt, amit tettél. Én pedig értet küldök, és visszahívlak onnan. És mondta Jákob, nem félek, ha meg akar ölni, én ölöm meg őt. De Rebeka mondta neki, nem akarom azt, hogy egy napon legyek megfosztva mindkét fiamtól. És Jákob mondta anyjának, Rebekának, íme tudod azt, hogy atyám megöregedett és nem lát, mert szemei elhomályosodtak, és gonosz dolgnak véli azt, hogy elhagyom, Márpedig, ha elhagyom és elmegyek tőletek, atyám megharagszik rám és átkozni fog engem. Nem megyek el, csak akkor, ha ő maga küld el engem. És Rebeka azt mondta Jákobnak, bemegyek hozzá és beszélek vele, és maga fog majd téged elküldeni. És Rebeka bement Izsákhoz és mondta neki, Gyűlölöm életemet het két lánya miatt, akiket Ézsau feleségeként vett magához. És ha Jákob is e föld lányai közül vesz feleséget olyanokat, mint ők, akkor nem lesz miért élnem tovább. Mert Kánoán lányai gonoszak. És Izsák magához hívta Jákobot, megáldotta, és intelmekkel látta el, mondván, ne védj feleséget Kánaán egyetlen lánya közül sem, hanem induljál és menj Mezopotámiába, Betuel házába, anyád atyához is onnan vegy magadhoz feleséget lábánnak, anyád fivérének lányai közül. És a mindenható Elohim áldjon téged és szaporítson, hogy nemzetek csoportja legyél, és adja rád atyámnak, Ábrahámnak az áldásait, neked és utánad ivadékodnak mindörökké, hogy örököljed vándorlásait földjét, és mindazt a földet, amit Elohim Ábrahámnak adott, menj fiam békével és Izsák útjára küldte Jákobot, és elindult Mezopotámiába Lábánhoz, a szíriai Betuel fiához, Rebekának, Jákob anyjának fivéréhez. És történt, hogy miután Jákob elindult Mezopotámiába, Rebeka szelleme bánkódni kezdett fia után, és sírt miatta. És Izsák mondta Rebekának, Hugam ne sírjál Jákob a fiam miatt, mert békében ment el, és békében fog visszatérni a felséges Elohim megtartja minden gonosztól, vele lesz, mert sosem hagyja el őt az élete folyamán. Mert tudom azt, hogy minden dolgában sikerrel jár bárhova megy is, amíg békében visszatér hozzánk, és békében látjuk őt viszont. Ne aggódj miatt a húgom, mert igaz ösvényen jár és tökéletes ember, és hűséges is nem pusztul el, ne sírj hát. És Izsák így vigasztalta meg Rebekát, fia Jákob miatt, és áldotta őt. És a 44. jubileum második évhetének első évében elindult Jákob a fogadalom kútjától, hogy hárámba menjen, és ennek a hétnek az első új a hegyeken fekvő lúzba ért, ami bétál. És este volt már, amikor odaért, és letért az útról nyugat felé, és megpihentott, mivel a nap leszállt. És felvett onnan egy követ, és a feje alá tette azt, lefeküdt egy falá, fa és elaludt és egy álmot látott az éjszaka folyamán, és íme egy létre állt a földön, és a teteje a mennybe ért, és íme Jahua angyalai le is felmentek azon, és íme Jahua állt azon. És Jákob szólt mondván, én vagyok Ábrahámnak, atyádnak Elohimja, és Izsáknak Elohimja, a földet, amelyen fekszel, neked adom, és ivadékodnak utánad. És ivadékod száma annyi lesz, mint a föld pora, és kiterjedsz majd nyugatra és keletre, éjszakra és délre, és benned és magodban lesznek megáldva a föld minden nemzetségének családjai. És lásd, én veled leszek, és megtartalak téged bárhová is mész, és békében hozlak vissza téged erre a földre, mert nem hagylak el, amíg meg nem teszem mindazt, amit néked elmondtam. És Jákob felébredt álmából, és mondta, Valóban jahu a háza ez a hely, és nem tudtam ezt. És megrémülve azt mondta, félelmetes ez a hely, és nem más ez, mint Elohim háza és a menny kapuja. És Jákob korán reggel felkelt, és fogta a feje alá helyezett követ, és felállította azt, hogy emlékjelő szolgáljon, és olajat öntött rá. És Bételnek nevezte azt a helyet, ám a hely neve azelőtt Lúz volt. És Jákob esküt fogadott Jahuának mondva, Ha velem lesz Jahua, és megtart engem ezen az utamon, és kenyeret ad nekem, amit megeszek, és ruhát, amit viselek, és ha szerencsésen visszatérek atyám házába, akkor Jahua lesz az én Elohimom, és ezt a követ, amit itt jelként felállítottam, Elohim házának fogják nevezni. És mindent, amit nekem adsz, annak tizedét neked adom, Elohim. 28. fejezet És folytatta útját, és megérkezett a keleti földre Lábánhoz, Rebek a fivéréhez, és vele maradt, és szolgált neki egy évhéten át rákhelért lányáért, és a harmadik évhét első évében így szólt, Ad nekem a feleségem, akért szolgáltam neked hét esztendőn át. És Lábán válaszolt Jákobnak, Odaadom neked a feleségedet és lábán nagy lakomát rendezett, majd fogta idősebb lányát, és Jákobnak adta feleségeként. És lányának adta Zilfát, a maga szolgáló lányát szolgalányként. És Jákob nem tudta, mert azt vélte, hogy ő rákhel. És bement hozzá, és íme Lea volt az. És Jákob haragra gerjedt lábán iránt, és mondta neki, Miért tettél így velem? vagy nem rákhelért szolgáltam neked, s nem leáért. Miért csaptál be? vedd a lányod és elmegyek, mert gonoszul viselkedtél velem. Mert Jákob jobban szerette Rákát, mint Leát. Le a szemei ugyanis gyengék voltak, bár formára csinos volt, míg Rákának szépek voltak a szemei is, és alakja is nagyon csinos volt. És lábán azt mondta Jákobnak, a mi földünkön nem szokás a fiatalabb lányt az idősebb lány előtt házasságra odaadni. Nem helyén való dolog ezt tenni, mert úgy van a mennyei táblákon elrendelve, hogy senki nem adhatja oda fiatalabb lányát az idősebb lánya előtt. És az embernek, aki ezt teszi, az ellen bűnként róják fel a mennyben. És senki nem lehet igazságos, aki ezt cselekszi, mert ez gonosz cselekedet Jahua előtt. És parancsold meg Izrael fiainak, hogy ne tegyék ezt a dolgot. Se ne vegyék, se ne adják a fiatalabbat, mielőtt az idősebbet elvennék, mert ez nagyon gonosz. És lábán mondta Jákobnak, hadd múljon el ennek az ünnepnek hét napja, és neked adom rákát, hogy szolgálj nekem másik hét évet, hogy legeltesd a birkáimat, ahogy tetted az előző év héten. És azon a napon, amikor Lea ünnepének hét napja eltelt, Lábán odatta Rákelt Jákobnak, hogy szolgáljon másik hét évet. És adta Rákelnek Bilhát, Zilpa testvérét szolgálónak és szolgált másik hét évet Rákelért, mert Lea neki lett adva a semmiért. És Jahua megnyitá Lea méhét, és teherbe esett, és szült Jákobnak fiat, aki nevezte őt Rubennek, a kilencedik hónap tizennegyedik napján a harmadik évhét első évében. De Rákel méhe zárva volt, mert Jahua látta, hogy Lea gyűlölve volt, Rákel pedig szeretve. És Jákob ismét bement Leához, és teherbe esett, és szült egy második fiat Jákobnak, aki nevezte annak nevét Simeonnak. A tizedik hónap 21-én, ennek az évhétnek a harmadik évében. És Jákob ismét bement Leához, és teherbe esett, és szült egy harmadik fiat neki, aki nevezte nevét Lévinek, az első hónapnak újholdján, ennek az évhétnek a hatodik évében. És Jákob ismét bement hozzá, és teherbe esett, és szült egy negyedik fiat, és Jákob elnevezte őt Júdának a harmadik hónap 15-én, a negyedik év első évében. És mindezek miatt Rákhel irigyelte Leát, mert nem esett teherbe, és mondta Jákobnak: Adj nekem gyermekeket, és Jákob felele: Én tartom el vissza a temélyednek gyümölcsét, vagy talán elhagytalak téged. És mikor Rákhel látta, hogy le a négy fiat szült Jákobnak. Rúben, Simeont, Lévit és Júdát, mondta neki. Menj be Bilhához szolgálomhoz, és teherbe fog esni, és szülni fog egy fiat nekem. És odaadta neki Bilhát, az ő szolgálóját feleségül. Jákob pedig bement hozzá, aki teherbe esett, és szült neki egy fiat. Jákob pedig nevezte annak nevét Dánnak a hatodik hónap kilencedikén a harmadik évhét hatodik évében. És Jákob ismét bement Bielhához, másodszor, aki teherbe esett, és szült Jákobnak második fiat. És Rákel nevezte annak nevét, Naftalinak, a hetedik hónap tizenötödikén, a negyedik évhét második évében. És mikor Lea látta, hogy terméktelenné vált, és nem szült, megirigyelte Rákát, és ő is Jákobhoz adta a szolgálóját, Ziafát, feleségül, aki teherbe esett, és szült egy fiat. És Lea nevezte annak nevét Gádnak, a nyolcadik hónap huszadikán, a negyedik évhét harmadik évében. És Jákob ismét bement Zélfához, aki teherbe esett, és szült egy második fiat, és Lea nevezte annak nevét Ásárnak a tizenegyedik hónap másodikán, a negyedik évhét ötödik évében. És Jákob ismét bement Leához, aki teherbe esett, és szült neki egy fiat, és Lea nevezte annak nevét Iszakárnak, az ötödik hónap negyedik napján, a negyedik évhét negyedik évében, és Lea átadta őt egy dadának. És Jákob ismét bement hozzá, és Lea teherbe esett, és szült két gyermeket, egy fiút és egy lányt. És Lea elnevezte a fiút Zebulonnak, a lányt pedig Dinának. A hetedik hónap hetedikén, a negyedik év 6 hatodik évében. És Jahua kegyelmes volt Rákelhez, és megnyitotta méhét, és teherbe esett, és szült egy fiat, és Rákel elnevezte azt Józsefnek. A negyedik hónap új holdján, ennek a negyedik évhétnek a hatodik évében. És azokban a napokban, amikor József született, szólt Jákob lábánnak, add nekem feleségeimet és fiaimat, és hadd menjek atyámhoz, Izsákhoz, és hadd csináljak magamnak házat, mert betöltöttem az éveket, amikben szolgáltalak téged két lányodért, és el fogok menni atyámnak házába, és lábán felele Jákobnak, maradj még béredért, és legáltesd újra az én nyájamat, és vedd el béredet. És megegyeztek egymással, hogy neki adja béreként a bárányok és kecskék közül, amelyek feketének születtek, pöttyösek és fehérek, ezek lesznek bére. És a juhok mind fekete, pöttyös, fehér és foltos juhokat ellettek, azok pedig olyan juhokat, mint amilyenek maguk is voltak, és mindaz, amely foltos volt Jákobé lett, a nem foltosak pedig Lábáné. És Jákob javai megsokasodtak felette igen, és bírtakolt ökröket, bírkákat, szamarakat, tevéket, szolgálókat és szolgáló lányokat. Lábán és fiai pedig irigyelték Jákobot, és Lábán visszavette birkáit tőle, és gonosz indulattal tekintett rá. 29. fejezet És történt, mikor Rákhel Józsefet szülte, hogy lábán elment juhait nyírni, mert azok távol voltak tőle három napi járó földre. És Jákob látta ezt, hogy lábán elmegy megnyírni juhait, és Jákob magához hívta Leát és Rákhelt feleségeit, és kedvesen beszélt velük, hogy jöjjenek vele Kánán földjére. Mert elmondta nekik, hogy látott mindent egy álomban, Mindazokat, amiket ő beszélt hozzá, hogy térjen vissza Atyának házába. Azok pedig felelének: Minden helyre, amelyre mész veled megyünk. És Jákob áldotta Atyának, Izsáknak Elohimját, és Ábrahámnak, Atya Atyának Elohimját, és felkelt, felszerelt a feleségeit és a gyermekeit, és fogta minden javát, és átkelt a folyón, és Gileát földjére érkezett és Jákob elrejtette szándékát lábántól, és nem mondta el neki. És a negyedik év hét hetedik évében fordította Jákob arcát Gileád felé, az első hónap 21-én. És lábán pedig követte, és utolérte Jákobot Gilát hegyén a harmadik hónap 13-án. De Jahua nem engedte, hogy bántsa Jákobot, mert megjelent neki éjszakai álomban, és lábán beszélt Jákobbal. És azoknak a napoknak tizenötödikén Jákob ünnepet szerzett Lábánnak, és mindenkinek, akik vele jöttek, és Jákob megesküdött lábának azon a napon, és lábán is Jákobnak, hogy egyikük sem kell át a Gilád hegyén a másikhoz gonosz céllal. És csinált egy halmot bizonyságul, ezért annak a helynek a neve a bizonyság halma erről a halomról elnevezve. De előtte Gileád földjét a Refaim földjének nevezték, mert ez volt a Refaiták földje, és a Refaiták ott születtek: óriások, akiknek magassága tíz, kilenc, nyolc és hét könyök volt. És lakhelyük Ammon gyermekeinek földjétől Herman hegyéig volt, és a királyságok székhelyei Kárnaim, Asztarót, Edrei, Misúr és Beon voltak és Jahó elpusztította őket cselekedetei gonoszsága miatt, mert igen rossz indulatúak voltak, és az amoriták lakoztak helyettük. Gonoszak és bűnnel teltek voltak, és nincs olyan nép mindmáig, akik elérték volna azok bűneinek teljességét, és nincs többé életidejük a földön. És Jákob elküldte lábánt, aki elment Mezopotámiába, kelet földjére, és Jákob visszatért Gilád földjére és átkelt a Jábokon a kilencedik hónapban, annak tizenegyedikén. És azon a napon Ézsau a testvére jött hozzá, és kibékült vele, és elindult tőle Szeír földjére, Jákob pedig sátrakban lakozott. És ebben a jubileumban az ötödik évhét első évében átkelt a Jordánon, és lakozott a Jordánon túl, és legeltette juhait a Halom tengerétől Betsánig, és Dotánig, és Akrabim erdejéig és küldött minden vagyonából atyának, izsáknak ruházatot, élelmet, húst, italt, tejet, vajat, sajtot, és valamennyit a völgy datojáiból. És anyjának, Rebekának szintén négyszer egy évben, a hónapok idejei között, szántás és aratás között, ősz és az esős évszak között, nyár és tavasz között, az Ábrahám tornyához, mert Izsák visszatért a fogadalom kútjától, és elment atyának Ábrahámnak tornyához, és ott lakozott külön fiától Ézsautól. Mert azokban a napokban, amikor Jákob Mezopotámiába ment, Ézsau elvette feleségül Mahalatot Izmael lányát, és összegyűjtötte atyának minden nyáját, feleségeit, és felment, és a Seír hegyén lakozott, és ott hagyta atyát Izsákot a fogadalom kútjánál egyedül. És Izsák felment a fogadalom kútjától, és lakozott Ábrahámnak atyának tornyában a Hebron hegyein. És Jákob oda küldött mindent, amit küldött atyának és anyjának időről időre, mindent, amire szükségük volt, és teljes szívükből és teljes lelkükből áldották Jákobot. 30. fejezet és a hatodik évhét első évének negyedik hónapján felment Sálembe békében, Sékemtől keletre. És ott elragadták Jákob lányát Dinát, elvitték Sékem házába, aki hámor fia, hívvita annak a földnek a királya, és az együtt hát vele is bemocskolta, és Dina még kislány volt, tizenkét éves. És Sékem kérte atyát és Dina testvéreit, hogy legyen neki a lány feleségül adva. És Jákob és fiai megharagudtak, mert sékem emberei meggyalázták Dinát lánytestvérüket, és gonosz szándékkal beszéltek velük, és tört vetettek elébük, hogy becsapják azokat. És Simeon és Lévi sékenbe törtek váratlanul, és ítéletet hajtottak végre séken minden férfián, és levágtak minden férfit, akit találtak ott, és nem hagytak maradékul egyet sem. Levágták mindet kínokban, mert meggyalázták lánytestvérüket Dinát és ez többet ne forduljon elő ezentúl, hogy Izrael egy lányát bemocskolják, mert ítélet van rendelve a mennyekben ellenük, hogy pusztítsák el kardálta a séken minden férfiát, mert szégyent hoztak Izraelre. És Jahu a Jákob fiainak kezébe adta őket, hogy kiérthassák őket karddal, és ítéletet hajtsanak végre rajtuk, és hogy ez többé ne történjen meg Izraelben, hogy Izrael egy szűze bemocskoltasson. És ha van bármely férfi Izraelben, aki szeretné lányát vagy lánytestvérét feleségül adni a nemzetek ivadékának, bármely férfi juához, az biztosan halljon meg, és kövezzék meg kövekkel, mert szégyent hozott Izraelre, és égessék meg az asszony tűzzel, mert megbecsenítette atyaházának nevét. És ki kell írtani Izraelből. És ne találtassék házasságtörő nő is tisztáltalanság Izraelben a föld nemzedékeinek minden napján keresztül, mert Izrael szent Jahuának, és minden ember, aki bemocskolta, az biztosan halljon meg, kövezzék meg kövekkel. Ezért elletrendelve és felírva a mennyei táblákra Izrael minden magjára nézve, aki bemocskolja, az biztosan halljon meg, és kövezzék meg kövekkel és ez a törvény minden időben érvényes, és nincs elengedés, semmi jóvá tétel. Hanem az az ember, aki bemocskolta lányát, legyen kiírtva egész Izrael közepette. Mert Moloknak adta ivadékát, és szentségtörő módon azon munkálkodott, hogy bemocskolja. És te, Mózes, parancsold meg Izrael gyermekeinek, és beszélj lelkükre, hogy ne adják lányukat a nemzeteknek, és ne vegyenek a nemzetek lányaiból fiaiknak, mert ez utálatos Jahua előtt. Ennek okáért megírtam neked a törvény szavaiban a séken minden dolgát, amit Dina ellen tettek, és hogyan beszéltek Jákob fiai mondván. Nem fogjuk lányainkat körülmetéletlen emberhez adni, mert ez szégyen volna ránk. És ez szégyen Izrára, azokra, akik élnek, és azokra, akik elveszik a nemzetek lányait, mert ez tisztátalan és utálatos Izraelnek. És Izrál nem fog szabadulni ebből a tisztátalanságból, ha a nemzetek lányai közül van felesége, vagy ha adta bármelyik lányát a nemzetek közül bármelyik embernek. Mert járvány lesz járvány után, és átok lesz átok után, és minden ítélet járvány és átok el fog jönni ha ezt a dolgot teszi, vagy elrejti szemeit azoktól, akik tisztátalanságot követnek el, vagy azoktól, akik bemocskolják Jahuának szentéjét, vagy azoktól, akik meggyalázzák szent nevét, akkor az egész nemzet együtt lesz megítélve ennek az embernek a tisztátalansága és gyalázata miatt. És nem lesz személyeknek a tisztelete. És nem lesz személyválogató kíméletesség, és nem lesznek kezeiből gyümölcsök és áldozatok, és égő áldozatok és kövér, sem édes aroma illatja átvéve elfogadásra. És így jár majd minden férfi és asszony Izraelben, aki bemocskolja a szentét. Ennek okáért megparancsoltam neked mondván, tanúsítsd ezt a bizonyságot Izraelnek, lássátok, hogyan jártak a sékembeliek és fiaik. Hogy lettek Jákob két fiának kezeibe adva, akik levágták őket kínzások alatt, és lett ez beszámítva nekik igazságosságul, és fel jegyezve nekik igazságosságul. És Lévi magja ki lett választva a papságra, hogy léviták legyenek, hogy szolgáljanak Jahua előtt, ahogyan mi folyamatosan, és hogy Lévi és fiai legyenek örökké áldottak, mert buzgó volt, hogy igazságosságot, ítéletet és bosszút hajtson végre mindazokon, akik felkeltek Izrael ellen. És ezért áldást és igazságosságot írnak fel róla szóló bizonyságul a mennyei táblákra a Mindenség Elohimja előtt. És mi emlékezünk az igazságosságra, amit ez az ember betöltött élete folyamán, az évnek minden szakaszában. Ezer nemzedéken át feljegyzik majd azt, és valóra válik ő benne és leszármazottaiban ő utána, és személye fel lett jegyezve a mennyei táblákon barátként és igazságos emberként. Mindennek következtében megírtam neked, és megparancsoltam neked, hogy mondd Izrael gyermekeinek, hogy ne kövessenek el bűnt, se ne szegjék meg a rendeleteket, se ne törjék meg a szövetséget, ami el rendelve nekik, hanem töltsék be azt, és legyenek feljegyezve barátokként. De ha megszegik és mindenféle tisztátalanságot munkálnak, ellenségként lesznek feljegyezve a mennyei táblákon, és ki lesznek törölve az élet könyvéből, és fel lesznek jegyezve azoknak könyvében, akik el lesznek pusztítva, és azokkal együtt, akik ki lesznek írtva a földről. És azon a napon, amikor Jákob fiai levágták sékemet, egy írás lett fejegyezve róluk a mennyben, hogy igazságosságot, becsületességet és bosszút hajtottak végre a bűnösökön, és áldásként lett ez felírva és kivitték Dinát lánytestvérüket Sékem házából, és elvittek mindent, ami Sékemben volt. Juhaikat, ökreiket, szamaraikat, minden gazdagságukat, minden nyájaikat, és elvitték az összeset Jákobnak, atyuknak. De Jákob szemrehányást tett nekik, amiért kardérre hányták a várost, mert ő félt azoktól, akik azon a földön lakoztak, a kananeusoktól és a perizeusoktól. De Jahu félemlítése volt minden városon, ami sékem körül volt, és azok így nem keltek fel, hogy üldözzék Jákob fiait, mert rettegész szállt rájuk.